engedjél meg hibázni, hogy legyen, engedd meg azt, hogy egy balfasz legyek, hogy ne tudjam, hogy mit kell ilyenkor csinálni, hogy elroncsak valamit, hogy ne akarjunk tökéletesek lenni, hogy ne az legyen, hogy igen, a TikTokon bazd meg már mindenki mondja, milyen a tökéletesség. Engedd meg azt, hogy én ezt ne tudjam. Hajussal is Márkóval. Hello, Ka. Szia. Mindig meglepsz. Most például megpróbáltam megérteni, hogy mit csinálsz, és egy picit rád figyelni, és te az a fajta zenész vagy, aki azonnal kizökkented a többi zenészt. Aritmikus arpeggiátót alkalmaztam. Nevezheted, ahogy akarod. Elden felt zongora húrokkal. Azon, hogy szerintem lassan a nézőink, hallgatóink kis táblákkal fognak tüntetni. Ellenet. Ezt egyöntetően gyűlölik. A legtöbben írják, hogy ezt gyűlölik, ezt a beköszönő zenét, intrót, így hívják, és hogy azért gyűlölik külön, mert amellett, hogy utálják, ilyen fülben mászóan egész nap a fülükbe marad. De hát mi ezt tudjuk egyébként, tehát bennünket nem tudnak kitörölni a szánalmas életükből, nyomot, mert hagyunk. Mi szánalmunkat rájuk toljuk. Képzeld, nagy kajabaleset ért tegnap. És pedig? Hogy annyit, na nagyon régóta nem fordult ilyen elő, hogy annyit zabáltam, hogy utána megpróbáltam étellel lefolytani az ételt, és egész ilyen nem tudtam aludni, rémálmok gyötörtek. Képzeld, ezt én láttam, tudnék ott voltam, és előttem csináltad, és mondtad is közben, hogy ez történik, és fog történni, és nem hagytad abba, én amióta ismerlek, sose láttalak még ilyen stressz nasolni. Mentséged legyen mondva, hogy 9-11 valódi élő idős rokonod ott volt a közeledben. Igen, de nem őket ettem, hanem, nem, hanem kis golyóformájú dolgokat. Klasszikus stresszevő voltál. Meg, de nem is miattuk, hanem csak, hogy úgy teljen múljon az idő. Meg finom is volt minden. És olyan rémálmaim voltak, az egyik rémálmom, talán a legborzasztóbb az összes közül, erre emlékszem is, nekem adtad az autódat. És onnantól kezdve én jártam ezzel az óriási felelősséggel, hogy akkor zöldrendszám, hol tankolok bele áramot, akkor tisztán kell tartani. Figyelj, lehet, akkor... hogy a Skoda önmagában ezért megbüntet engem, hogy ez a gondolat, hogy te ezt álmodtad. De most te kimondtad, hát nem kaptunk érte pénzt. De hát te. De azt mondjad, hát ezért mondtam ki én. Ja, értem. Mi hogy hívjam, mondjam azt, hogy autó. Na mindegy, tehát azt elmondtad, hogy odaadtam az autónat, ami soha nem fog előfordulni. Na talán majd most, hogy figyelj, felvetettem a lehetőséget. Nagyon rossz volt, nagy volt a felelősség, én nem akarok egy ilyen nagy és hosszú. De figyelj, hadd kérdezek valamit, mint apa és mint férj társ, hogy ha már végre egyszer az álmodba egyedül kusban, nyugodtan, békén hagyva, mesztelenül ott maradsz, akkor miért az automa? Nem tudsz valami, legalább álmodban valami izgalmasabbat kitalálni? Legalább álmodban. De ezt nem én találtam ki, ez csak úgy jött. Hidd el, hogy ez volt a legborzasztóbb, tehát a pokol legmélyebb bújra. Én ezt nem akartam. És legalább eleve jobb lett volna legalább nem veled álmodni. Tehát, és cuki voltam, így odaadtam rögtön, meg segítettem, vagy... Valami történt veled, lehet, hogy meghaltál, de erről nem vettem tudomást, tehát hogy ez úgy annyira nem érintett ez meg. Ez jó álom volt, igen. De ne haragudj, hát most mit csináljam? Én még nem álmodtam veled. Egyébként, ha már erről az autóról beszélünk, ugye együtt voltunk hétvégén egy rendezvényen, ahol a kertből szólt egy hifi, és te az autóddal oda gurultál egy méterre a táncoló emberektől, és rádugtad az elektromos autódat a hifire, és ügyet sem vetettél arra, hogy egyébként többször is lebaszta az áramot. Ne haragudj, számtalanszor olyan dalokat hallgattak ott az emberek felháborító állapotban, amelyekben szerepelnek ilyen toposzok, mint az autó, a menőség. Most én miért ne állhattam volna oda? Mert te lebasztad az áramot azért. Legalább nem azért, azt a mert te ilyen fenntartható vagy, azért a bulit is fenn kéne tartani. Ne haragudj, legközelebb jobban figyelek arra, hogy egy horgásztó partján... És másnap reggel, bocsánat, hogy ezt mondom, de másnap reggel nem, délután 5-kor kéne fölébredni. Elnézést kérek, 9-től 4-ig hánytam. Összehánytam az egész életem elhalasztott hányásait egy napra besűrítve. De azt a 4 hallgatót is elveszítjük most, aki eddig itt volt. Jó, akkor olvastam. Gerontofóbiám van. Undorodsz az idős emberektől, főleg a műsorvezetőtársaktól? Szó nincs erről, de idős, de inkább magamtól, attól, hogy én idősödöm, hogy öregszem. Az neked egyébként tényleg van? Igen.
Igen. Igen. És a múltkor, nagyon ritkán megyek el este barátokkal, és az is inkább az, hogy ők mennek el, én pedig ott állok, mint egy ilyen biodíszlet, aztán pedig hazabiciklizem. És ez az állásom legvégén volt, olyan éjfél körül, ami nekem abszolút lőtték a pizsit. És odajött két vadidegen lány, és gondolom flörtölni próbáltak, hogy valamit, csak én ezt nehezen dekódolom. Miért rögtön ezt gondolod? Ha nem ezt gondolod, és odafigyeltél volna, hogy megkérdezik, hogy merre van a Dembinszky utca, vagy hány óra van, akkor talán segíthettél is volna. Nem mindegy. És az egyikük azt mondta, hogy hú, de szarul nézel ki. És akkor mondtam, tehát ebből gondoltam már is, hogy flörtölni próbált, igen. És akkor mondtam, hogy de hát bocs, hát ne haragudj, igen, fáradt vagyok, amúgy késő van, amúgy pedig úgy egyébként is, hogy úgy nem, hát nem tudom, ez van, tehát nem tudunk ezzel segíteni. És nem küldted el őket a picsába. Azt mondta, hogy hát, na igen, nagyon szarul nézek ki, mondom, miért, szerinted hány éves vagyok, vagy hogy kéne kinéznem? És azt mondta, hogy hát úgy nézek ki, mint egy nagyon szarul kinéző 33 éves. Mondom, az tök jó, mert hogy 40 éves vagyok, nem nézhetnék ki úgy, mint egy jól kinéző 40 éves? Nem. Nagyon, ezt kaptam meg, nem. Nagyon rutintalan vagy még. A gonoszul agresszívan viselkedő embereket el kell küldeni. De hogy miért? Akkor is, hogyha fiatal lányok. Először is 7 évvel fiatalabbnak nézett a koromnál. Tehát ez már eleve miért küldeném el. Másrészt pedig nem vagyok az az ember, aki elküldi a már. Valóban de... eltölt némi izgalommal az, hogy, vagy aggódással, hogy telnek az évek? Igen. Abszolút. Annak ellenére, hogy egyébként egy kifejezetten jól kinéző, sportos, fiatalos édes ember mást is mondanak a mást is mond az utcaembere, de hogy igen, tehát engem ez aggodalommal tölt el. Mert mi történhet? B oldalon vagyok, ez már például egy komoly történés. Mitől félsz jobban, hogy olyan leszel, mint az apád, vagy olyan, mint én? De nem csak ez a két nagyon rossz véglet van. Lehet azért még más is. Nem, attól félek, hogy amikor már fölkelek, akkor már nem úgy vagyok friss, már nem addig bírom, már nem úgy bírom. Tehát szellemileg még oké, okay, de már tehát nem tudom. Tehát a 30-nál elkezdett fájni a hátam, és ez azóta fáj. Ez már nem fog abba maradni. Tehát ami 10 éve fáj, az nem marad abba. Neked ez hogy megy? De abba tud maradni. Az ember elkezd egy picit... másik fájdalom, és eltelenül figyelmet. Nem, képzeld el, hogy lehet jól lenni. Csak van egy ára. Tehát például, ha túlhajtja magát az ember, sokat dolgozik, és nincs ideje magával foglalkozni a napja 90%-ában, mint ahogy például én teszem mostanában, akkor nem tud annyira jól lenni. Lehet jól lenni. Úszni kell, és akkor nem fáj a hát. Jó. Azt de vannak, meg egyébként megszokja az ember. Következő vendégünk szerintem még jól van. Abszolút. De már nem sokáig. De szerintem sokáig, mert ő egy örök, vidám, örök ifjú, én azt gondolom. Hát lássuk meg, hívjuk meg néhány év múlva, és nézzük meg, hogy őt is le rosszul kinéző 33 éves ezike. Én ezt nem csak azért mondom meg kedvelem, hanem mert én már dolgoztam vele, készítettem vele interjút, te is egyébként, vagy ti is a Barnával. Szerintem ő egy tényleg egy belülről jövően vidám, alapvetően vidám ember. Zenész, színész, műsorvezető, zeneszerző. Mindaz, ami mi is szerettünk volna lenni. Igen, de vele ellentétben nem sikerült. Bennünket hívtak az X-faktorba, hogy évekig ott üljünk busás fizetésért, és eljátsszuk, hogy értünk a zenéhez. Meg azt mi is meg tudtuk volna csinálni, nem? Legalább eljátszani. Ja, és azt, hogy X, azt én is tudom mondani. Én lehettem volna ő, még mielőtt őt hívták, én voltam egy nagyon hasonló műsorban, és aztán mondták, nem hogy akarunk róla beszélni most, legalább addig, amíg őt mutatjuk. De tényleg azt nem tudom, beszéltünk magunkról. Majd ha bejött, beszéltünk tovább magunkról. Ja, jó. Vegán aktivista, állat és növényvédő. Igen, nagyon szépen használja a hírnevét, az ismertségét ügyre, és van egy ügye, ami viszont most már tényleg elég régóta fontos neki. És nincs 3 perce, de hát most már mondjuk 6 perce, hogy megkínáltam sajtgolyóval, békönbe csavart fasírtal, és még valamivel. Tehát 3 dolog. Mert egy felkészült figyelmes. De azt mondtam, hogy egyik sem ért halhoz, ne aggódjon. Szóval, hogy ő szerepelt az X-faktoron, ami talán a legfontosabb, hogy nemrég szeptember elején született meg a kisfia. Tehát egy friss apukáról van szó, akit ebben a friss apuka minőségében szerintem még egyikünk se találkozott vele. Nem. Azóta. Ami jól is van így egyébként, tehát hogy mikor kellett volna találkozni a gyerek születése másnapján, hajnali 6-kor valahol? Vagy hát hogy... egy jó tejfakasztóra esetleg, ha meghívott volna ő minket. Ő egy nagy tejfakasztós. Igen, csáról. Azt mondják, hogy az nem erre, hogy jár arra, aztán fakad a tej. Petit Petit Puskás.
Peti, Peti. Peti, 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 Peti. Már a felesége nevét is felvette így, Dalos is. Hú. Szervusz. Köszönjük szépen, sziasztok. Hogy itt voltál velünk. Én köszönöm szépen, meg is ér. Kinyitottuk benne a musical ládikót. Amikor megláttam, hogy füst is lesz, tényleg azt éreztem, hogy a Madárszínház színpadán, a macskákban megláttam a macskákat. Egyébként tudod, mitől félje egyébként, Márko? Hogy amikor idehoztad a húsgolyókat és a sajtot, én azt hittem, ez a humorod. Tényleg? De jó volt, de legalább jó volt. Jó volt, egyébként élveztem, hogy de jó, ezt már most benne vagyunk. Én magam sem tudom megmondani, hogy mi vicc, meg mi nem, mert általában, amit komolyan mondok, azon nevetnek, amikor viccelek, akkor pedig tücsök ciripelés. De te ez azt jelenti, hogy picit már úgy gondolod, hogy elvárható a részedről, hogy, vagy részünkről, hogy tudjuk, hogy... De most ezt halálkomolyan kérdezem. Ez olyan-e, mint ahogy mostanra megtanultuk, hogy ha valakinek testi fogyatékossága van, vagy vak, vagy más a bőrszíne, akkor nem csinálunk sehogy, és szerinted egy vegánról is, egy ismert vegánról is illik tudni, hogy őt nem kínáljuk hússal? Nem, mert valójában csak arra gondoltam, hogy talán te is megjegyeztél, hogy milyen felkészült a Márko, hogy most több fellépésen is voltam, ahol bemutattak, és meg is lepődtem, hogy ez egy zenei fellépés, és miért fontos, hogy én vegán aktivista vagyok. Tehát általában mindegyiknek ez volt a vége, hogy zenész és vegán aktivista. Fontos, és mert neked valójában... is fontos, és nagyon sokat teszel is ezért. És a láthatóságodnak egy elég nagy szelete erről szól. De most nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy gratulálunk. Köszönöm szépen. Gratulálunk. Köszönöm szépen. Üdv a klubban. Jó, hogy bírod? Alszotok éjjel? Nagyon sokat alszunk. Jól alszik a baba, egyszer-kétszer felébred, és akkor ráadásul az elején segítettem Boginak, de most már nincs is szükség a segítségemre. Na, ugyan, hát ez az első 3-4 hónap, aztán jönnek a fogak, a bélszelek. De mindenki, valaki azt mondta, a harmadik naptól jön ez, a második héttől jön, úgyhogy én egy kicsit már én fenntartásokkal kezelem ezeket a majd a harmadik hónaptól. Azt én bízom kell, benne. Én bízom azt tudnod benne. Kell, hogyha ti lesztek azok a Bogival, akiknek sikerül 10 000 egy, akik tényleg alszanak sokáig, éveken keresztül, mindenki más gyűlölni fog titeket. Tehát mi másik szülők féltékenyen gyűlöljük azokat, akiknek jó. Igen, és ezért gondolom, hogy ilyen szinte már ilyen reflexzerű reakció ilyenkor bemondani egy dátumot, hogy te mikortól fogod szarul érezni magad. Tehát kicsit már az is gondolkodom. Segítek, nekem van egy ilyen Excel táblázatom, átküldöm, és hogy hétre lebontva benne van, hogy mikortól kezdődik egyre rosszabb. Igen, jó, mert most már arra gondolok, hogy lehet, hogy megfordítom a technikámat, és azt fogom mondani, hogy figyeljetek, nem alszunk, tök szarul vagyunk. Ezt kell. És akkor lesznek barátaim újra. Figyelj, a szülők között. Hogy, ezt csak azért kérdezem, mert itt ebben az adásban, vagy ebben a műsorban már beszéltünk róla többször is, és volt olyan vendégünk, akivel az adás gerincét az adta, hogy arról beszélgetünk, hogy a gyereket kitesszük-e a közösségi oldalakra, vagy nem. A Tatár Csilla volt, aki azt mondta, hogy ő csomószor megmutatta a gyereket, aha, és aztán ő meggondolta ezt, átgondolta, és most úgy van vele, hogy mindent visszamenőleg is levett, és én meg már láttam a ti gyereketekről képet, hogy nálatok ez most hogy van, ez ilyen megosztó téma, hogy van, aki azt mondja, hogy igen, van, aki azt mondja, hogy nem. Igen, ez egy furcsa dolog. A privátomra kiszoktam tenni. Tehát ott úgy vagyok vele, hogy nem, hát ott mindent megosztok. Ott elbüszkélkedem, azok vannak ott, akiket ismerek. Bízom benne, hogy nem arra használják fel a képét, amit rémálmomban se szeretnék látni. De a nyilvánosan meg kicsit azt gondolom, hogy végül is úgy nem szeretném megosztani a gyereket, hogy közben egy emoji van a fején. Például akkor azt érzem, hogy akkor minek osztom meg valójában, hogyha nem szeretném, hogyha lássák az emberek azt, hogy mi milyenek vagyunk. De közben meg azért óvatos vagyok vele, mert egyébként, hát nem tudom, ti hol vagytok vele, de valójában állandóan csak a gyerekemet nézem, és hogyha nem őt nézem, akkor a fotókat nézem róla, vagy igen, fotózom. Tehát ez a három cselekvés van, amit én mostában csinálok. És néha azért úgy megosztanám, hogy hát igen, hogy azért igen, hát most mi így lettünk család, és hogyha már eddig is a magánélet azért kicsit hozzátartozik az, és úgy az influencerkedéshez, akkor miért van az, hogy ez az a pillanat, amikor egyszer csak megvonok mindent, és úgy teszek, mintha nem lenne gyerekem. Tehát, hogy még egyelőre keressük a határokat, de én ettől az emojis fej, az, ami tőlem nagyon távol áll.
De jól döntöttetek szerintem, hát hogyha az egész ország látta a szex videótokat, akkor nyilván ami abból lesz, az is, joga van a közönség. Az egy mentor kollégám volt valószínűleg, amit látta. Azt én láttam. Nagyon nehéz volt hozzájutni. Van egy ilyen kis bűnös csoportom, és oda be kellett írnom, és 12 másodpercen belül 7 különböző link jött, ilyen Mediafire linkek, és megnéztem az összeset, és annyira vele voltam. Na figyelj, egyébként annyira. Tök szépet mondtál, meg tök okosat is, mert szerintem itt a hitelesség és az azonosság a fontos. Ti úgy voltatok azonosak és hitelesek, és szerintem, ha azt az arányt megtaláltad, akkor az igaz. Az tényleg hülyén venné ki magát, hogy sok mindent eddig, mindent az életetek, és akkor ezt most megjuszt is, mert, nem? Mert tudod, hogyha már a határól, meg az ízlésről beszélünk, én alapvetően, és erről sokat beszélkedünk Bogival, hogy amúgy mit osztunk meg a magánéletünkből, hogy azt, amit azt érezzük, hogy jaj, szívesen kitenném, meg úgy elbüszkélkednék vele, meg jó érzéssel tölt el, de én például azért a család influencerkedéstől, a család vlogolástól, attól azért kicsit kivagyok. Tehát arra viszont nagyon háklis vagyok azért, mert úgy attól érzem... Attól én is, mert az egy munka. Az egy munka, és szörnyű, hogy valójában most, jó, hát nagy szavak, de hogy végülis jó kapitalistaként most már a mindennapjaidba, ezekbe a kapcsolatokba is beleviszed, hogy aha, akkor ebből lehetne egy jó fotót csinálni, lehetne egy jó vlogot, lehetne egy jó témát. Fú, a múltkori téma nagyon jót ment, nagyon és ez nehéz. Engem egy kicsit nyomaszt, hogy de durva, hogy valakiknek még ez is elveszett, miközben egy folyamatos közlés kényszerben vagyunk, és még ezt is állandóan versenyeztetni akarjuk, azokat az apró pillanatokat az életünkben. Ha már magánélet, akkor nekünk ez a szemünk előtt zajlott, ugye az egész országnak, ahogy ti összejöttetek, sőt, hát meg az azt is tudjuk, tehát az ilyen nagy kanok, meg az ilyen nagy csajozógépek, tehát akkor mindig mondják, hogy hát akit a izé is ez megdugta, meg az, akit ez a három ember ma megdugott ebbe az országba. Általában ezekben a sorozatokban, te régen, felsorolásokban régen azért benne szoktál lenni, még a Bogi előtti érában. Tehát hát mi hárman volt ez a három ember. Igen. De hogy tehát volt egy műsor, ahol mondhatod, hogy több száz csaj, meg mit tém. De hogy nem én mondtam. Szemünk előtt zajlott ez a cucca, hogy a csajozógépből először lettél férj, aztán pedig apa, szóval, hogy ez egy ilyen egy irányba tartó egyenes, és ezt hogy viseled, hogy így megváltoztak a... Hogy viselem? Amúgy, hogy rengeteget gondolkodom rajta, tehát rengeteget nézem a többieket. Tehát, hogyha te is említetted, hogy félsz az öregedésről, meg hogy a csajozás, meg egyébként volt azért egy ilyen pillanat, amikor az előző kapcsolatomból szakítottam, és akkor jó, hát volt egy pár hét, hogy ez az, akkor most megyünk bulizni, meglátjuk, mi lesz, és valójában már nem élveztem, hogy egyszerűen nem azt a feelinget hoztam, amikor 20 éves voltam, és aztán rájöttem arra, hogy ezt el kell fogadnom, ahogy a zenei ízlés változik, ahogy mondjuk most szerintem el kell fogadni a zenészeknek is, hogy ja, most jött a Betonofi, Jude Law, Azaria, ez az új generáció, ez az, ami most feltört, és igen, hát 10 éve mi voltunk azok, de ezek az idők elmúltak, tehát valahogy ezt meg kell emészteni, és valahogy ezt át kell konvertálni, hogy ja, hát öregszel, más lesz a zene, más lesz a felvevő piac, de hát mégis kicsit ilyen is az öregedés is, hogy ja, hát csajoztam, sokat csajoztam, sok hülyeséget csináltam, sok sztorimban, és most eljött az a pillanat, amikor én jól érzem magam abban, hogy családapa vagyok, és figyelek arra, hogy ne is akarjak más lenni, és kicsit fel is basz, amikor állandóan most már a poligámiáról beszélünk. Tehát ez engem iszonyatosan frusztrál, és azért frusztrál, mert közben egy csomó embert látok, aki arról beszél, milyen szar volt a gyerekkora, mert elváltak a szülei, most mennyi gyerek beszél arról, hogy valójában a gyerekeiknek vagy a szülőknek soha nincs ide a gyerekeknek, csomó frusztrált gyerek nő fel, aki aztán a poligámiáról kezd el beszélni. És azt nem értem benne, hogy vajon a poligámia akkor megoldása erre, hogy apu egyébként még arra is időt próbál szánni, hogy más nőkkel legyen. És erre gondolok, hogy végül is akkor és áldozat szót használok, de nem abban az értelemben, hogy figyeljetek, ja, hát én is dolgozom még ugyanúgy csinos lányokkal együtt, bízom benne, hogy azért bírnak engem, de alapvetően én most abban vagyok, hogy nekem ez a feladatom, és hazamész, és könnyékig szaros leszel, és éjszakon persze, és aztán... Ennyi hónap alatt megérkezett már az, ez még kevés azért ez a szeptembertől eltelt időszak, tehát, hogy nem agresszívan kérdezem, de hogy úgy a sejtjeit felfogták-e már, hogy neked visszavonhatatlanul végleg van egy gyereked. Nekem például egy kis idő volt, én tudtam, hogy van egy gyerekem, szerettem, nagyon sokat foglalkoztam vele, de voltak ilyen blackoutjaim napközben, amikor azért úgy, hú, tényleg. És aztán egyszer eljött egy pont, amikor valamiről dönteni kellett, egy meló úgy be, hogy azt én igen vagy nem, vagy és rájöttem, hogy
ó, hát ezt már nem én dönt. Ez nem úgy van mostantól már, hogy nekem az tetszik, nem tetszik. Ez a felelősség, kötelességérzet megérkezett már? A terhesség alatt rettegtem ettől. Tehát annyian mesélték ezt a sztorit, hogy ne is ne aggódjál majd, hogyha nem érkezik meg a katarzis, hogyha majd csak később jössz rá arra, hogy te apuka lettél. Érdekes, hogy nekem abban a pillanatban, amikor kijött a baba, akkor úgy megérkezett azonnal a katarzis, de előtte a 9 hónap azért alapvetően egy állandó ilyen frusztrátsággal, tehát, hogy hú, majd jó apuka leszek-e, akkor nekem sikerül-e, megélem azt a pillanatot, megélem a szülést, aztán tudni fogom, hogy de az én gyerekem... De azt tudtad, hogy ezt már nem neked kell megcsinálni, tehát ezt a Bogi megcsinálja. Bíztam benne, hogy nézegettük a videókat. Tehát van, hogy te is felvetted az ő nevét, tehát most nem tudom, hogy nálatok vegánoknál egy ez hogy van, hogy akkor majd itt most a papa fogja kinyomni. Benne volt a dologban, azért ez a szülés, én sokat gondolkodtam, hogy azért szerintem arról nem beszélünk eleget, hogy azért a kispapáknak is marha nehéz. Tehát, hogy mindig arról, hogy a kismamáknak milyen nehéz a terhesség. De az valahogy úgy elfelejtődik, hogy amúgy kispapaként se olyan egyszerű, de a szülésnél azért ezt átértékeltem. Tehát addig úgy gondoltam, hogy egy 60-40%-os partiban vagyunk, ahol az anyukája a 60%, de azért 40% azért kemény az apukának is. De egyszer de gondolom, csak... a Bogi mindenben támogatott egyébként. Egyáltalán nem fogadta el ezt az érvemet. Tehát, hogy sajnos ez csak titokban, pincékben tudtam elmesélni, lekapcsolt villany mellett más férfiaknak ezt az elméletemet, de ott a szülésnél azért ez megfordult egy 95-5%-ra. Tehát amikor hát láttam a feleségemet... Tehát az igen, az 5%, tehát az... Szóval amikor már tényleg Bogit láttam ördögűzőként, akkor azért arra gondoltam, hogy jó, végül is korán kellett kelnem, sok feladatot kellett átvállalnom, voltak feszült, ideges pillanatok, de azért jó, hogy nem belőlem jön ki ez a test. És nem tudom nektek, mi volt az első, amikor megláttatok a gyerekemet, mert nekem, én úgy voltam belőle, hogy megláttam, és végülis az apai érzés előtt az jött meg, hogy ez hogy jött, hogy tudott kijönni ez a test onnan? Főleg, én, hogyha... én olyan pánikban voltam az izgalomtól, meg a... Én abban a pillanatban anya tigrissé változtam, és azóta röhögve mesélik, hogy én a lányom volt az első gyerekem, járkáltam vele, de annyira remegő pánikban voltam, hogy nem tudtam megállapítani semmit, és ezért ott a körüllevő ápolókat, anesztes, ezeket kérdeztem, hány ujja van? Mondja meg, hogy hány, annyi ujja van, amennyi kell, annyi, és mondták, hogy de minden rendben van, de és ön szerint ez hány ujj? És ilyeneket kérdezgettem teljesen magamon kívül, hogy rendben van-e a gyerek. És aztán meg elkezdtem, azt hiszem, hogy a szemében nézni, és lenyugodtam. Tettem egy karórát, amin majd rajta lesz a pontos idő, és hogy akkor csinálok egy fényképet majd úgy, hogy látszódjon a pontos idő, mert felírni nem lesz lélek jelenlétem. Ebből azért, hogy csináltam 18 fényképet, egyiken sem látszódik a karóra, mert másfele volt a fedélzeti kamera, vagy nem tudom, tehát az én patakokban könnyező, örjöngő fejem látszik, meg az orjukam, meg ezzel, és aztán pedig nem tudom megfogni, de nem szabad, de nehéz, de most hova tegyem meg, aztán nekem takarítanom kellett nagyon sokat, mert ez otthon volt. Otthon volt tényleg? Otthon volt. És ez tudatos döntés otthon, volt az otthon? Igen. Otthon, és akkor sok takarított, nekem meg volt a programom, ez azóta sem változott. Tehát akkor elindult egy ilyen apa program, és ez azóta is. Na, de nem rólam beszélünk, hanem rólad, és te hoztál egy problémát nekünk. Azt légy szíves, nyisd ki, ott van benne a babában. Igen, itt. Szinte szüld meg a problémát. Ne, később mondtad. Mit szabad egy apának? Ezt hoztam. Úgy értve, hogy? Mint ha ebben esetleg már talán kicsit bele is kezdtél volna? Kicsit bele is kezdtem, igen, mert azért nem csodálom, hogy a mai szülők, vagy akik szülőnek készülnek, vagy várják, hogy gyerekük legyen, valójában kicsit tönkre mennek az idegeik, mert egyrészt a social médiában, tehát például Boginak a TikTokja nem szól másról, csak anyákról, technikákról, taktikákról, hogyan legyél jó anya, tehát hogy valójában nincs... Úristen, de nyomasztó ez. Iszonyatosan nyomasztó, úristen. És hogy nyilván, mint közszereplő, gyakorlatilag neki aztán jönnek a tanácsok is, tehát hogy... Ha kéri, hanem jönnek a tanácsok, ami egyébként tudod, hát végül is tényleg jó szándékból jön, csak hát borzasztóan nyomasztó, és akkor még ne beszéljünk arról, hogy mi az, amit egyszer csak eléd adnak, hogy mit kell megvenned, mit kell elvégezned. Én arra gondoltam, hogy hát amikor az unokahúgomnak a születésnél ott voltam, hát egy törülközővel kellett bemennem, hogy azt kértek tőlem, mert nagyon hirtelen indult a szülés, hogy egy törülközőt vigyek egyre ennyi, és akkor megkaptam a listát, tehát volt rajta legalább 40-50 tétel, hogy nekem ezt kell behoznom. És arra gondoltam, azért kemény, hogy minek nézzünk itt elébe, pedig én azt hittem, hogy ez sokkal egyszerűbb lett, és akkor jött ez a része, hogy megtapasztalni azt, hogy hát bizony apukaként egyszer csak most más szereped lesz, és nem csak, hogy más szereped lesz, hanem valójában van egy főszereplő,
és te vagy az a fickó, aki a díszletet néha így áttolja. Hogy ennek a főszereplőnek legyen szép díszlete, az a kellékbe legyen készítve. Legjobb esetben is harmadik legfontosabb ember vagy, de inkább a többiek személyzete. Nagyon szépen mondtad, igen. És néha a mikroportad is elromlik, és senki nem veszi észre, hogy valójában elromlott nem a mikroportad. Nem olyan fontos már nem olyan fontos már ön. Ez van úgy felírva, így felhímezve a kis abosza. Amit mondasz erről a sok-sok mit kell venni, meg a sok tanácsról, kicsit úgy lett, az enyémek még az internet korszak előtt születtek, vagy annak az ilyen teljesen szétplatformizált verziója előtt. Most már azt hiszem, hogy az internet lett a második anyósa minden embernek. Az, aki úgy elsőre örül, és kedves, és gratulál, mikor az első képek kín vannak, de aztán úgy elkezdi mondani, hogy én ezt a rózsaszín sapkát nem adnám rá októberbe, ezzel etetitek? Nem szabad fölvenni, föl kell venni. Tehát, hogy jön minden, és mindennek az ellenkezője. Na most például de most először volt... Na ez például szerintem egy apa feladat, hogy ezt halálkomolyan mondom, hogy segítesz neki ezt az őrületet megállítani, vagy eltorlaszolni előle. Hát például azzal, hogy pont a koncerten, amin voltunk, azt gondoltam, hogy de jó, hogy videóztam magunkat, hogy végülis egy év után az első ilyen kimozdulás, de szuper, csinálok majd képet a zenekarral, és végül is nem tettem ki, mert arra gondoltam, hogy végül is lehet, hogy Bogit nem akarom annak kitenni, hogy most jöjjenek azok a kommentek, hozzászólások, hogy 6 hetesen már te bulizni mész, már megyünk koncertre, már szóval ez volt bennem, hogy te durva, hogy mostanában egy kicsit ebben is máshogy kell gondolkodnom, hogy gyakorlatilag megvédenem a feleségemet attól, hogy az én, amit eddig tök normálisnak tűn, meg természetesnek, azt most nem tehetem meg, mert nem akarom, hogy őt bántsak, meg beleszólnak az életünkbe, már pedig belefognak. És neked azt mondod, hogy ugye nők eszembe tényleg brutális ez a cunami, hogy így kéne, így leszel jó szülő, úgy leszel jó szülő. Én már olyan könyveket olvastam, amiben földhöz basztam őket, hogy képzeled, tehát hogy nekem nem mondd azt, hogy ez egy jó, azért, hogy ilyen elvárásokat támasz, lehetetlen el, vagy ilyen hügge, meg ilyen dán módra, meg olyan bazd meg, nem Dániában élek ott kezdő. Na, de hogy a férfiakkal szemben vannak-e szerinted ilyen elvárások? Van, hogy gyakorlatilag neked nincs időd. Tehát szerintem ez az első számú dolog, hogy nincs időd, hogy azzal, és ezt azért merem elmondani, mert ezzel Bogival is beszéltem. Tehát amikor azt éreztem, hogy figyelj, és ráadásul ezt úgy mondom, hogy amúgy az első 3 hónapon kívül, ami kegyetlen volt, tehát nagyon rosszul volt Bogi fizikálisan, aha, lelkileg is, mert egy nagyon rossz hírrel kezdtük egyébként az egész terhességet. Az első 3 hónap az tényleg pusztulat volt, és aztán még jó is volt, de hát ezt mondtam neki, hogy szerelmem, tehát hogy egy kicsit azért gondoljunk rám úgy, hogy aki megcsinál mindent, de vannak azért határai. Vannak határai, és néha egy picit azért vele is együttérzőnek kell lenni. Tudom, hogy ez most nem az ő pillanata, és mindenben te vagy a főszereplő, és ti vagytok, és hogy minden rendben legyen, de azért nekem is kellenek lélegzett vételek. És szerintem... Mire gondolsz? Mire gondolok? Az, hogy egyszer nincs időm arra, hogy megint elugorjak a Mekibe. Érted? Szóval, amikor egyszer csak az van, hogy megint, hogy az Eperért elmegyek. Tehát például ez visszatérő sztori volt, amikor tényleg 1 órán volt arra, hogy hazaérjek, megebédeljek, átöltözek, lefürödjek, ebédet csináljak, bevásároljak, ez 1 órán volt erre, és aztán mennem kellett tovább, de egy olyan napon, amikor reggel 7-től éjfélig be voltam táblázva, és akkor jött ebből egy vita, hogy de mondom, hogy sajnos Eper nincsen. És akkor, már hogyha nincs Eper? Hát mondom, úgy, hogy nincs itt Eper. Akkor menjél át a másik boltba. Mondom, szerelmem, mondom, figyelj, tehát nem nincs időm, hogy átmegyek. Mondom, vettem kibaszott sok dolgot, tehát bármit tudsz most tenni a következő 4 hónapban annyit, csak Eper nincsen. De Eperért át kell menned, mert az Eper, olvastam, hogy az nagyon fontos, fontos az, amire vágyakozunk, stb. És neked most ez a feladatod. És egyébként is ott van a közelben a másik bolt. És akkor mondom, igen, tehát látványra közelben van, de mire én átparkolok oda, bemegyek, kiválasztom, sorban állok, akkor megint fél óra elmegy, és valójában nekem már máshol kéne lennem, és egy másodpercet nem töltöttem veled, nem csináltam semmit, és ezek voltak azok a dolgok, amikor úgy éreztem, és például erről beszélgettem vele, hogy nem szerelmem, hogy például a mi szüleinknek azért nem volt minden sarkon Meki, non-stop, nem volt mindenkinek autója, valahogy mégis megcsináltak a terhességet. És valahogy az apukák azért gondolom akkor is megcsináltak mindent, csak mások voltak a lehetőségek, és azért ebből a szempontból néha ebben a bőségzavarában észre kell venni azt az embert, aki itt van veled mindig, és arra tette fel most az életét, hogy egy boldog család legyünk, de
kell levegőt venni. Mi az, amiből nem adsz semmiképpen, ami, vagy bármekkora baj van, bármennyi meló van, bármennyit kell törődni velük, az a tied. Mik ezek? Mi volt abban a 9 hónapban, ami ilyen volt? Tehát amikor magaddal fog, ami egy kicsit azt róla hiszem, szól. Azt hiszem, a munka után, hogy egy kicsit ülök magamban. Az volt az. Nem tudom, ti hogy voltatok ezzel, de az volt az, amikor... Zsilip? Úgy gondoltam, aha, kicsit igen, hogy kicsit úgy voltam bele, hogy lement a munka, végül is most egy jogos elvtávon vagyok, tehát hogy ráadásul még ott van írva, hogy mikor végzem kb., és akkor szerintem ennyi belefér, hogy akkor egy 10-20 percet még úgy ücsörögjek, nézelődjek, egyedül legyek, vettem füldugót is egyébként, tehát hogy kicsit a zajokat is kizárja. A legfontosabb eszköz egyébként otthon a füldugó, és nekem minden szobában van egy pár. Uh-huh. És tudom, hogy karnyújtásnyira. Tehát én gyakrabban használok füldugót, mint zsebkendőt. De a sírás miatt, vagy úgy általában úgy? Most már minden hangos, amit a gyerekek csinálnak, tehát nem csak sírnak, hanem nevetnek, az ugyanannyira zavaró. úgyhogy, de a füldugót az azért vettem, hogy egyszerűen tényleg az legyen, hogy akkor semmi zaj ne zavarjon. Tehát ne legyen az, hogy hallom a forgalmat, hanem úgy csönd legyen. Milyen az alvás díl nálatok? Nálunk az alvás volt az, hogy mi tök hamar viszonylag beláttuk azt, hogy engem kell valamennyit hagyni aludni, egy picit többet, mint amit szerinte járna, és akkor én egy 130%-ig terhelhető igavonó barommá tudok változni nappal, meg ehhez sokat segített, hogy én álmomból felverve nem annyira voltam intelligens. Tehát, hogy fölösleges volt rám bízni feladatokat. Nálatok mi az alvás díl? Nálam nálunk a terhesség alatt én nagyon keveset aludtam, és nagyon friss voltam mindig, mert végülis elaludt a feleségemet 10 körül elfáradt, és akkor végülis jött az én időm, amikor kiülettem a teraszra, hogy nézelődhettem, fröccsözgethettem, el voltam, és aztán 5-6 körül felkeltem, akkor a kutyával kimentem, megcsináltam a dolgot, és elindultam dolgozni. Viszont most, amióta megszületett Ábel, marha sokat alszom, nagyon nehezen ébredek, és egyébként nekünk az volt a szuper, mi magánkórházban szültünk, hogy az első 2 éjszakát bent tölthettem. És iszonyatosan hasznos volt ez a 2 éjszaka, hogy már első éjszaka valójában elkezdhettük a rutint kialakítani, és akkor az volt a rutin, hogy fel kell a baba, én felveszem, pelenkázom, odaadom neki, megeteti, akkor én megbüfisztetem, járkálok vele, de most annyira élvezi Bogi, és annyira imádja, hogy egy nem is szólt, hanem csak egyszer csak nem ébreszt fel. Aha. És most valójában én marha jól alszom. A gyereklopás történik. Gyakorlatilag családon belül gyereklopás. Ezt kimondhatjuk, hogy ez történik, hogy néha már azt érzem, hogy kitalál dolgokat, hogy miért nem lehet az én kezemben, és miért kell az ő kezében lenni, és miért kell neki babusgatni. Eljön még a te időd. Mondtad most ezt az első 2 éjszakát, hogy te azt bent töltötted, és neked volt egy tejfakasztós posztod, ami nagyon nagyot ment. Tehát az mindenkiben óriási indulatokat váltott ki, és szerintem ez ugyanez a dolog, amiről beszélünk, hogy milyen elvárások vannak egy férfival kapcsolatban, és hogyha ezt egy kicsit megbontod, akkor már is lecsap a... Engem azért döbbentett meg, egyrészt nagyon elszomorít, hogy tényleg már nem értelmezünk szöveget. Hogy valójában nem finom hangoljuk, amit olvasunk, hanem csak úgy rögtön táborokra oszlunk. Mert én azt írtam, hogy azért kicsit úgy elgondolkodtatod, hogy itt ebben a magánkórházban azért fizetsz rohadt sok pénzt, hogy te aztán ott aludhass egy családi szobában, és együtt lehessetek, és minden kényelmetek meglegyen. Férfiak végig is elmennek és tejfakasztóznak, miközben ennél klasszabb élményt, hogy megszült a feleségem, ott van a kisbabám, és én együtt tudok velük lenni a következő napokban, meg aztán hát életem végig. Arra gondoltam, hogy ennél nagyobb ajándék nincsen, és milyen hülyeség csak azért elmenni tejfakasztóra, mert hogy a haverokkal ez azért elvárás, hogy azért tejfakasztó legyen. Amiként lehetne 2 héttel később. Ami lehetne 2 héttel később, meg valójában az elmúlt 9 hónapban te elmehettél bulizni bármikor, tehát azért lehetőséget volt rá szemben a feleségeddel. Miért pont első éjszaka akarsz elmenni, amikor ott is lehetnél? Na de én nem ezt írtam valójában a posztban, mert gondoltam, hogy egyébként valószínűleg nem biztos, hogy minden kórházban ez van. Tehát lehet, hogy oda csak 1 órára lehet bemenni. Tehát, hogy én nem akarok egyébként lelkismert furdalást okozni azoknak a férfiaknak, akik nem ilyen szerencsések esetleg, hogy egy ilyen kórházban szülhet meg a feleség, és bent lehetnek. És ezért írtam, hogy aki megteheti, az esetleg... Hangja is van.
Mi a baj? Nyugtasd meg, Peti szegényként, nyugtasd meg, hát te nem tudod, hogy kell egy síró lámát. De ez a puki sírás. Egy síró lámát, hát meg kell nyugtatni gyorsan szegény lámát. Gyere. Van az aduás szokás, hogyha pukiznia kell, vagy így alányúlok, és a hasát megfogom jön. A hasát, és sajnos téged nem tudlak felemelni. De segíted. Nem tudom, hogy jól esettem, mert úgy láttam, hogy magadhoz tértél. Nem tudom, hogy a herejítéstől, vagy a poci nyomástól. De... Jól van. De akkor ismeritek ezt, hogy ilyen szóval kis, alá. Ismer. A kis hangja. Nem hallottuk még sose a hangját. Igazából még azt sem tudtuk, hogy fiú vagy, szerinted fiú vagy lány? Mit éreztél? Mit éreztél, amikor úgy alányúltál? Fiú? A lámánk? Hát, hogy vagy ott van. Ott már férfi? Volt. Férfi? Nagyon nagy ő. Nagyon-nagyon nagy ő. Nagy ő. Jaj, de jó, bocsánat, de nem tudunk felelősséget vállalni, érted? Tehát örülj neki, hogy nem lámapornót nézett, tényleg. Vissza a tejfakasztásba. Nyilvánvaló, hogy ez egy régi tradíció, ami azokban az év tízezredekben történt, amikor nem internet által közöltük a falu népével, ahol gyerek született. Szóval szerintem egy picit mindenkinek több eszének kellene lenni, hogy ma egy olyan korszakot élünk, amikor a dolgok változnak, és nem egyértelműen csípőből kéne ide vagy oda ítélkezni. Én látom ezt... azt, hogy mi az értelme annak, hogy egy régi tanyán vagy faluba 200 év ezelőtt megszületett egy gyerek, és akkor a szekérrel meg a borokkal végig őrjöngik a falu abszolút utcáján. Csak ezt érted, a maternity kórházban már elég messze vagyunk ettől. Tehát, figyelj, hogy, de hogy, hogy... Te azért egy picit szereted is felborzolni az állóvizet, nem? Tehát azért te nagyon modernül gondolkozol, és sok olyan gesztust teszel, ami elősegíti azt, hogy a társadalom is elinduljon abba az irányba. Tehát azért te egy picit provokálsz is, még hogyha nem is a provokáció a célod. Nyilván tudtam, hogy azért ez valószínűleg provokatív lesz, hiszen tényleg egy előjogunknak tartjuk ezt a tejfakasztó bulit, de azt gondoltam, hogy hát bassza meg, azért ennyit megérdemelnek a nők, főleg, hogyha bent tudsz lenni a kórházban, hogy ne arra gondolj, hogy elmesél iatni a haverokkal, hogy legalább aznap, hogyha nem kirúgnak a kórházból, nem az van, hogy egy óra látogatási idős kezicsókolom menni kell el, hanem ott megágyaznak neked, tessék, bújjatok össze, legyél a gyerekeddel, és ráadásul nem a nővéreknek kell a bármi probléma van bejönni, csöngetni a feleségednek, abszolút hanem értem, te ott vagy, oda mész, persze mi a gond, nem fogalmam sincs, mit kell csinálni, megpróbálkozom vele, és ráadásul mondom, annyira beállította a rutin, mint az első két nap, hogy kettőnk között mi a leosztás. Sőt, én azt gondolom, hogy valójában a babának az alvását is nagyon szépen egyébként már az első napokban sikerült megalapozni. Na most akkor egy kicsit szembesítés. Mert ugye az volt ebben benne, hogy mit szabad egy apának. Egy olyan kép kezd kirajzolódni rólad, rólunk, nagy egyetértésben, ami valamilyen nézőpontból lehetne egyébként puha, ezek a puhányok, ezek a túlságosan nem férfiak, nem így kell lesz, megvan ennek az évezredes menete. Következővel szeretnék kötekedni. Tessék. Mikor azt mondod az előbb, hogy próbáld elmagyarázni, hogy az eper talán nem annyira fontos, akkor egy picit mondhatnám azt, hogy na ide vezet az, hogy túlsegítjük a nőket, egy év milliók óta zajló, meg tudják ők azt egyedül, nem vagyunk fontosak, ebbe így bejövünk a magunk szempontjaival. Bezeg, amikor kéne úgy leállítani a saját érdekébe, hogy most már sok neked is, amit csinálsz, akkor meg nem merünk. Ilyen szempontból mit szabad egy apának? Szerinted hol van az apának ebben a szakaszban terhesség, szülés utáni időszak? Egyáltalán a társnak a dolga, hogy te a boginak, nyilván van egy kialakult rendszertek, hogy szoktátok egymásnak eddig is jelezni, hogy ezt már ne, ezt már igen. Ebben mit szabad neked? Magyarán visszaszólni, vagy beszólni, vagy leállítani? Ez egy nagyon nehéz kérdés abból a szempontból, hogy végül is azért apaként egy kicsit csapdában vagy. Nem a visszaszólás, hogyha ezt mondjuk, hogy visszaszólás, hogy végül is nekem azért visszaszólni soha nem jutott eszembe, hiszen ott van a feleséged, ott van a gyereked a pocakjában, és rosszat te semmiképpen nem akarsz okozni. Tehát, hogy amikor azt mondtam, hogy mekkora faim voltam, hogy ezt így beszélgettem erről, hogy azért régen hogyan szültek, meg hogy milyen volt a terhesség, azért az mindig bennem volt, hogy
úristen, csak nehogy összevesztünk, nehogy baja legyen a babának, nem? Azért ez egyébként, ez is egy borzasztóan nyomasztó dolog. Hát nem férfiként. Hogyan kell vigyázni rá? Hogyan jól kell vigyázni, és hogyan ventiláljál? Mert azért azt gondolom, hogy mindenkinek ventilálnia kell a mindennapi életben, és főleg egy ilyen kiélezett helyzetben is. És van olyan, amikor előjön belőled az ős férfi? Mert hogy egy nagyon... nagyon modernül és az egyenlőségben hívő emberként gondolkozol, és van-e olyan, amikor azt mondja, hogy na jó, állj, most a papa megmondja, most, tehát vagy volt-e már olyan ebben, nyilván ez azért egy szűk szakasz, tehát azért még sok minden lesz, sok minden dolog történik, sok konfliktus, stb. Sokszor kell az asztalra csapni magadnak, vagy a másiknak. Volt-e már ilyen? Volt. Tudod, mit gondolok? Hogy akkor volt, amikor a ventilálásom végül is arra irányult, hogy engedjél meg hibázni. Hogy legyen, engedd meg azt, hogy egy balfasz legyek. Hogy ne tudjam, hogy mit kell ilyenkor csinálni, hogy elrontsak valamit, hogy ne akarjunk tökéletesek lenni. Hogy ne az legyen, hogy igen, a TikTokon bazd meg, már mindenki mondja, milyen a tökéletesség. Engedd meg azt, hogy én ezt ne tudjam. És ne akarjam, mert abból már tényleg... már mindenki tanácsod adott, már mindenki mondott valamit. Kérlek szépen ne mondd többet, hogy én miben voltam szar, rossz voltam, hibáztam, miért hibáztam, mert ilyenek vagyunk, ezt tanuljuk, ezt a dolgot, és legalább ezt engedhessem meg magamnak, hogy hibázom, és aztán persze megbeszélni, meg próbálok legközelebb jobban csinálni valamit. És ezt ki kellett vívni, ezt a szabadságot? Én azt gondolom, hogy erről nem ki kellett vívnom, de beszélgetni kellett. Aha. Ahogy nekem is például felé nagyon sokat kellett ezt mondanom, hogy figyelj, semmi gond nincsen, nem csináltál semmit rosszul, mert nézed a videókat, és jó, hogy nézed, tehát tök szuper. És például volt egy oktatás, amin voltunk, azt például azért szerettem, és azért volt hasznos az oktatás, nem azért, mert megmutatták, hogy hogyan vegyem a kezembe, mert azt gondoltam, hogy az végig is ösztönösen szerintem valószínűleg két nap után, vagy egy nap után jönni fog, és másnapra már rutin lesz, annyi lesz a gyerek a kezedben. De azt szerintem az oktatás azért volt jó, mert azt mondták, figyeljetek, most ezt én megmutatom, és aztán tök máshogy lesz minden. Tehát attól ne stresszeljetek, hogy a ti gyereketek nem 8 óra, nem csak 6-szor fog kakálni, hogy a ti gyereketek így sír, úgy sír, amúgy sír, és hogy ti zavarba jöttök ettől, attól, amattól. Ettől ne parázzatok, mert ezek csak tanácsok, és nem kell, és tudom, hogy már mindenki ezzel szeret házalni, meg mindenki videót csinál, meg fotót csinál, meg tanácsokat osztogat, de ez mindenkinek a saját élete, máshogy éli meg, más a gyereke, máshogy reagál, más a munkája, ahogy megint csak visszatérve erre, amit én fogalmaztam, hogy más tudom a helyzete és a születésnek is, tehát én nem akarok mindenkit nyomasztani azzal, hogy faszkalap, vagy mert elmentél tejfakasztóra, de meg kell engednünk magunknak a hibázás lehetőségét. Válaszoltam erre, vagy valami, erre próbáltam válaszolni? Válaszoltál, igen, azt próbálom körüljárni, hogy hol változik meg, hol kell együtt átalakítani azt a közös világot, amiben eddig ketten voltatok. Én olyannak képzellek, olyannak ismertelek titeket nem nagyon közelről, hogy ti nálatok például azt gondolom, erős is meg, ha így volt, hogy biztos, hogy volt helye annak, hogy mondjátok meg egymásnak. Egyszerre néha műsorvezető társként, kollégaként, azonos szakmában, egyenlően ugyanúgy pénzkereső nő, férfi, tehát egy egyenlőség viszonyban hogy mondjátok meg egymásnak, hogy drágám, ez ott nem volt stimmelő, ezt nem úgy kérem, ezt nekem nem tetszett, ez rosszul esett, ezt hogyan lehet továbbvinni akkor, amikor közben az a első vágyunk, hogy mindentől elburkozzuk azt a drága nőt meg a gyereket, és eszünk ágában nem lenne azt mondani, hogy állj le, az eper már nem kell, hanem visszük az epret, de akkor meg viszont már kell a málna is, de szóval erre vagyok kíváncsi, hogy nálatok hogy működik ez a... Úgy működik, hogy szerintem azért idősebbként, mondjuk párkapcsolatokban rutinosabbként, és úgy, aki én bízom benne, hogy azért önreflektív voltam mindig, hogy azért tudtam, hogy azért baszki, én is elrontottam amit az előző párkapcsolatban, nem csak a másik, és most próbáltam már, amikor nem volt, már együtt voltunk, és nem volt babánk, azért mindig arra gondolni, hogy mit rontottam el az előző párkapcsolataimban, az, hogy mindent elvállaltam, hogy valójában mindig dolgoztam, mindig a karrier, és akkor valójában a közös idő az nem teremtettem meg, nem mondtam le csak azért dolgokat, hogy jó, azért legyek együtt a barátnőmmel, és ebből a szempontból
szempontból én próbáltam nagyon most kiegyenlíteni a dolgokat, hogy azt láttam rajta, hogy kezd befeszülni, kezdek hiányozni, akkor azt megpróbáltam kompenzálni, lemondani dolgokat, helyre tenni, és ezt nagyon tudatosan csináltam, és azt éreztem, hogy emiatt Bogi is a másik oldalról nagyon tudatosan kezdi el kezelni a mi időnket, a mi életünket. Nyilván vannak a változatlanul az konfliktusok ebből, de igen, ez az, amiben reménykedtem, hogy a terhesség közben, és legfőképpen, amikor a baba megszületik, akkor mi valójában azért mindig a vita után el tudunk úgy mosolyodni, el tudjuk röhögni magunkat, hogy jó, összevesztünk, de valójában egy család vagyunk, és akkor most jön a nagy lelkizés, amire mi kíváncsiak vagyunk, és végig is elmondani, hogy kinek milyen sérelme van, és mi az, ami. És ráadásul én szar vagyok ebből, mert én soha nem mertem elmondani, mindig ilyen elfojtós voltam, aki úgy egyszer csak úgy felhördül, és őrjöng, és sír, és animébe vált át. Bogi meg nem. Hát meg nem. Egyébként én megdicsérlek, mert szerintem jól csinál, nem tudom, ezt mire alapozom, ez nem szakirodalom, ez csak egyéni véleményem. Szerintem közben meg valahol azzal, hogy elviszed az epret is, még akár úgy is, hogy haj, ezt már minek, valami olyasmit tudsz üzenni egy kicsit tehetetlen helyzetben levő, nagyon ilyet, még talán nem is anya, még lehet, hogy lány egy kicsit úgy fejben, hogy te úgy ott vagy. És hogyha ő most mamutot kér, akkor te mamutot fogsz hozni, ami meg túl azon, hogy lehet, hogy fölösleges az eper, az meg lehet, hogy nem fölösleges, azt tudnia, hogy van egy férfi, aki amíg én itt fekszem, vagy szenvedek, vagy vele vagyok, addig aktív és tevékenykedik, és ez meg jó, nem? Ez örülök, hogy ezt mondod, mert azért az nekem bennem, nagyon bennem van, nem is tudom, hogy traumaként, de a színházban én nagyon szomorú vagyok amiatt, hogy egy csomó nő eltitkolja a terhességét, ameddig nem igazából nem látszik, hogy nehogy lekettőzenek, lecseréljenek, nem jövök vissza. Ez még van egy színházban? Képzeld el, van. Ezt nem gondoltam volna. Amikor megkérdezi a rendező, hogy készül-e babára, mert akkor azért úgy, tehát hogy attól azért függ, hogy meg fogja kapni ezt a szerepet. Hogy a 7.-8. hónapig valaki még a színpadon van, és cigány kerekezik, és nyomja neki. És az mindig az volt bennem, hogyha szeretnék gyereket, azt a helyzetet kell megteremtenem neki, hogy meg tudja élni a terhességet, és ne féljen attól, hogy valamiből ki fog maradni. Hogy mindig biztonságban érezze magát, és azért ez a fajta színházi trauma, ez mindig ez volt bennem, hogy akkor legyen gyerekünk, és akkor amikor Bogi érzi azt, hogy biztonságban van, érzi azt, hogy kimaradhat a munkából, és érzi azt, hogy van egy olyan férje, aki mindent el fog intézni, és mindig ott van. És nyilván akkor ezért voltam ezért mérges, hogy én úgy érzem, hogy teljesítettem, és akkor a hibázás lehetőséget azért adjuk meg nekem, hogy azért vannak olyan dolgok, amiket el fogsz baszni. Kicsit visszakanyarodva így az apaságra, itt mondtad, hogy akkor szerinted 60-40, hogy az apának 60, vagy apának 40 a felelőssége, meg ez belőle szólt. Ez a te számításod persze, volt. Aztán a 95-5, és hogy arról is beszéltünk, hogy milyen elvárások vannak az apák felé, és hadd osszak meg veletek egy történet, az egyik barátom még próbálkoztak gyerekkel, és hát úgy volt, hogy összejön, de aztán sajnos elment a baba, és ez egy... És aztán elkapott a barátom, hogy lelkiztünk, nekem akkor már volt gyerekem, tehát értettem, hogy miről van szó, és azt mondja, hogy bazd meg, senki nem foglalkozik velem. Hogy mindenki az anyával foglalkozik, és aha, én értem, hogy ez az anya testében történik, de bazd meg, én is elvesztettem egy magzatot. Én is ott vagyok, én voltam az apja. És nagyon megérintett engem, mert erre még én magam sem gondoltam, mert én nem voltam ilyen helyzetben, mert nekem meg sikerült az első. Aztán azóta nekik is, tök mindegy. De hogy ez egy olyan érdekes dolog, nem, hogy a férfi sokszor úgy ki van hagyva ebből a dologból, pedig úgy ott vagyunk mi is, tehát mi is érezzük a fájdalmat, az örömöt, mi is szeretnénk osztozkodni mindenben, és aztán néha szolgák vagyunk, néha, hogy te hogy látod ezt? Hát úgyhogy végülis azért is beszélek róla így, mert tényleg én, amikor így készültem az apaságra, vagy szóval erre, hogy tényleg végülis erről soha nem hallottam sehol. Hogy ez apaként is nehéz lesz. Hogy soha nem hallottam arról, amiről most beszélünk, és egyébként meg mondjuk engem interjúztattok, de valójában én örülök az ilyen sztoriaitoknak, mert ezek azok, amik te jó, végre kiderülnek, hogy akkor ez nem csak nekem volt nehéz, nem csak engem érintett meg, nem csak tényleg jó ért, esküszöm neked, felhívogattam néha az egyik haveromat, aki most már két gyermekes családapa, és lelkés, tehát tönkre voltam menve, pont egy vita miatt, vagy valami, vagy az eper miatt, vagy valami, és felhívtam, hogy figyelj,
És ráadásul nagyon idilli a családjuk, és nagyon-nagyon imádom, hogy neveli a gyerekét, hogy figyelj, én ma ezt csináltam. Tehát szinte gyonni mentem hozzá. Aha. Tehát szinte úgy voltam vele, hogy figyelj, nekem gyonnom kell, ma összevesztem Bogival, pedig terhes, nehéz neki, fizikálisan, lelkileg, és én összevesztem vele. És nagyon jó érzés volt az, hogy azt írta, hogy figyelj, Peti, tudod, hányszor összevesztem, tehát idilli a családunk, egészségesek a gyerekek, és néha bizony az apáknál is lefő a kávé, és nálam is, aki egy nagyon kiegyensúlyozott, ráadásul ő egy nagyon racionális ember, aki tényleg a érzelmeket is szerintem úgy kezeli, hogy oké, megtörtént, beszéljük ki, nyomjuk neki, és mégis ő is arról beszél, hogy azért neki is volt egy-kettő olyan pillanat, amikor azt gondolta, hogy sírva kifut a világból, és beleveti magát a mélybe. És ezek olyan megnyugtató dolgok voltak, hogy de jó, hogy végre van valaki, akivel kicsit ilyen terápiásan itt csak meg tudom írni neki, és visszajelez, hogy jó, azért olyan halálos bűn nem követtem el apaként, és ezért is gondoltam, hogy erről egyébként érdemes beszélni. Ezek mert... téged nagyon megviselnek, amikor egy olyat csinálsz, ami szerinted nem fér bele a képben, mondjuk veszekszel, fölemeled a hangod, nem teljesíted, amit egy apának teljesíteni kéne, ezek utána megviselnek, nyomasztanak? Figyelj, a terhesség alatt egyébként ezek nagyon megviseltek ezek a viták, és nagyon megviseltek, hogy én frusztrált vagyok, és nagyon sokat sanyargattam magam, hogy ez most helyes, hogy én ilyen fáradt vagyok, hogy ilyen sértődékeny vagyok, hogy jó, te hogy lehetsz fáradt, hiszen nem is a te pocakod. Igen, valójában igen, szóval, hogy kicsit olyan, amikor tényleg, amikor azt mondják, hogyha mindenki úgy lát valamit, de te máshogy látod, akkor valójában lehet, hogy tényleg te vagy a hülye. Tehát akkor lehet, hogy tényleg te vagy az, aki valami teljesen félreértelmezés. Hogy tényleg ezt láttam, hogy valójában mindenki úgy értelmezi, hogy az anya a főszereplő, az ő érzelmei, az ő gondolatai, az ő éhsége, az ő egészsége, és te meg vagy, és viseld el, hogy néha azért ez nyomasztott, hogy hú, akkor lehet, hogy mégiscsak én vagyok az, aki ezt az egészet rosszul éli meg, és hülyén viselkedem, pedig én annyira készültem erre, és annyira készültem apának lenni, és annyira, amit mondtam a traumák miatt, hogy én annyira azt akartam, hogy itt egy egészséges kapcsolat legyen, és egy egészséges időszak legyen. De a terhesség alatt. Gyerekek, egy picit hadd nyugtassalak meg. Én már sokkal inkább úgy látom, mint amikor egy új tojás kerül a fészekbe, azért az nem egy egyszerű dolog, hogy ketten voltatok. Megismertétek egymást, ketten döntöttetek úgy, hogy mi ketten egy team vagyunk, és hiába tudtátok a kisagyba, hogy ebben majd még benne lehet az is, hogy jön egy harmadik, abzik az a harmadik nem érkezik meg, nem fészkeli bele magát a fészekbe, történetesen a Bogi hasába fizikailag, de az a te agyadban is ott van, az a közös fészketekben van. Egy férfinak megosztani a tehát, hogy megérkezett egy harmadik, és szerintem ezek a konfliktusok, amikről most mesélsz, ezek annak a megtanulása, hogy mi lesz itt, kérem, a világrend hármasban. Odébb kellett menned, mert a fészek fele a tiéd volt, mentálisan is, fizikailag is, a másik fele a Bogié, és most helyet kell csinálni egy harmadiknak. Szóval szerintem sőt, nem bejött baj. Ezer újabb feladat, ami eddig nem volt. És igazából az az érdekes, hogy ahhoz arra fel vagy-e készülve, és ez most meg egy picit az ijeszgetés része, ugye ha már azt a problémát hoztat, hogy mit szabad apának és mit nem, hogy miről marad le apa, akkor esetleg nagyon sokáig. Mondtad az időt. Én velem például az történt, hogy noha azelőtt elég sportos voltam, utána is később sportos lettem, az azért, hogy én úgy sportoljak, de megdolgozzak is, de meg velük is legyek, az nem. Nekem pont a sport az most egyébként, amiről én lemondok, az a munka. Most ez bármilyen, tehát hogy talán pont emiatt, hogy bosszút állják saját magamon az elmúlt 15 évben, azon, aki végig dolgozta az egészet. Aki hogy, minden hülyeséget elvállalt. Mindent, hogy a Peti az, aki biztos jönni fog, mert szereti, meg el van, meg bírja a munkát, hogy nekem pont a munka az, ami azt érzem, hogy hát bassz meg, most akkor nem fogok dolgozni annyit, hogy végül is hál' Istennek, jól élünk, rendben van minden, és a sport az, ami engem kikapcsol, tehát az, ami tud az én időm lenni, az, ami elmegyek focizni, úszni, és mégis az a munka az, amit azt mondom, hogy most, hát figyelj. Nem haragszik, nem féltékeny, kicsit akár nem rossz indulatúan, de természetesen, hogy oda bezárva,
te meg ez alatt elfutsz a szélen és gólt lősz. Nem, mert ráadásul neki ez az új, vagy ezt gondolta, hogy ezt mondta, hogy mert azért tényleg például a terhelyeség alatt azért ott csúnyán elhisztam, mert ott viszont lemondtam a sportról, tehát úgy voltam vele, hogy ott esténként nem hagyom egyedül, tehát bármilyen is nem dolgozom nappal, vagy nincs annyi dolgom, de este nem akarom egyedül hagyni, hogy én elmegyek focizni. Annyira, hogy ezt mondtad, igenis van terhesség alatti apahízás, nem? Van viccből. Van, megnéztek a movit, azért ő is egy kis elhagyta magát, de szóval egyébként tényleg ez volt, hogy ott azért jó rám ment. Figyelj csak, és hogyha egy kicsit hadd borzoljam így a konfliktusmentes életek elsimított szálait, mi van akkor, volt-e már olyan, hogy mondjuk máshogy gondolkodtuk egy-egy gyereknevelési kérdésről, ami most még nagyon egyszerű. Hagyjuk-e aludni, mikor etessük, etessük-e, ha igény szerinti etetés vagy óra szerinti, tehát már azért most vannak itt csapdák, amiben bele lehet lépni. Szerintem a kutya az egyik, ami köztünk például konfliktus forrás, vagy hogy ő nagyon félti a kutyától a babát, és nyilván megértem, mert hétetesen nem tud semmit csinálni, én is féltem, tehát nem szeretném, hogyha rákapna a fejére, de abból a szempontból, hogy ő közelik a kutya, akkor már rászól. Én abban vagyok, hogy hagyom, oda menjen a kis fejecskét, megnyalogassa. Erre vagyok kíváncsi. Tehát ez egy tök jó példa, ez a kutya példa. Na, ilyenkor mi van? Mert ti keveritek a szerepeket, és ez egyébként tök jó szerintem, hogy vannak hagyományos, mondjuk nőknek tulajdonított szerepek, amiket te végzel el, és fordítva is, amiket ő. Tehát ez egy tök jó, és megbeszélitek, kinek mi a szerepe. De ilyenkor kinek lesz igaza? Most akkor oda mehet a kutya, vagy nem mehet oda a kutya? Amikor nincs otthon Bogi, oda mehet a kutya. Tehát, hogy valójában jelenleg ez a megoldásunk, hogy amikor ott van Bogi, akkor nem mehet oda a kutya. Amikor nincs otthon Bogi, akkor oda is viszem a babát a kutyához. De szoktam vele erről beszélgetni, hogy tudod, azért küldözget videókat nekem, ahogy alszik a kutya ülében a baba, és akkor azért ezt már pedzegetem, hogy figyelj, küldözgeted ezeket a videókat, de valójában a mi kutyánk nem lehetne ennek a videónak a főszereplője, mert ő nem mehet a baba közelébe. Oda akarok kiukadni egy kicsit, hogy mik azok az apa szereplők. Én is most tanulom, meg gondolom egész életemben tanulni fogom, tehát én sem tudom, de hogy mikor engedheti meg magának egy apa, hogy azt mondja, hogy ide figyelj, ebben a családban már pedig ez így lesz. Már pedig a kutya nyalogatni fogja a gyerek arcát, mert bíz bennem, mert nem fog benne kárt tenni, vállalom a felelősséget én, mint apa. Tehát mondhatunk-e ilyet? Van-e erre lehetőség? Vállalom a felelősséget. Pedig ez nagyon jó, hogy tényleg, hogy ezt kijelenteni, hogy vállalom a felelősséget. Ahány ilyen dolog, de... elmond, és aztán olyan bajok lettek. Se tényleg, te, semmi. Vállaltam a felelősséget, de hát nyilván nem tudod. Most hadd ne én oldjam meg így látatlanban, ismeretlenül ezt de a jó, helyzetet. Én csak azt keresem, én is mindig, hogy hol vannak az apaságnak, hogy mikor lehetek határozott apuka, aki azt mondja, hogy na már pedig ez így lesz, amit az egész életemben rettegtem ettől, amikor az én határozott apám az asztalra csapott, és azt mondta, hogy na már pedig úgy lesz. És amíg az én asztalomat eszem, addig ide kenyeret nem mozol. Szóval, hogy mindig gondoltam, hogy én soha nem akarok ilyen lenni, és közben meg csomószor úgy érzem, hogy egyszerűen kell, hogy erre is szükség van erre a szerepre, hogy valaki végre kimondja, hogy tudjátok mit? Mostantól ez lesz. Hát nézd, valószínűleg az étkezés az lesz ez a fordulópont. Ami nem tudom, melyik irányba fog majd eldőlni, de nyilván én úgy vagyok vele, hogy vannak vegán családbarátaim, igen, akik a gyerekeket is úgy nevelik, vannak olyan barátaim, akik életükben nem ettek húst. Tényleg, ez egy darásfészek. Úgy nőttek fel, hogy valójában ők nem tudják, milyen a húsnak az íze. Teljesen a babának, akkor szólok egyébként, ez nem vegán. Igen, de az anyatej az embertől van. Hát de az nem állat, vagy hát állatias, vagy hát úgy értem. Tehát, hogyha már választani kell, hogy növény vagy állat. Szexesen kéne, hogy legyen az is, néha elég állatias úgy lenni. De azt szerintem egy olyan lesz, hogy a gyerekem nem lesz vegán, tehát nem vegánként fogom nevelni, mert azt gondolom, hogy azt mi szülőként nem tartjuk. Tehát Bogi nem vegán, tehát egyáltalán nem az. Nem egyáltalán nem az, de hát nem vegán. És viszont, és pont múltkor volt egy ilyen, ami nagyon megragadt, amikor erről beszélgettünk, hogy viszont azt mondta Bogi, hogy ő nagyon szeretné, és ő nagyon szereti bennem ezt az érzékenységemet, a természet, az áll, a vegánságomat, és szeretné, hogyha ezt átadnám a gyerekemnek, és hogy így nevelnénk. És ez volt bennem az, hogy viszont a hús az egy ilyen dolog, amit azt gondolom, hogy nem fog húst tenni a gyerekem, és nem szeretném, hogy húst tegyen, mert ha már arról beszélünk, hogy szeretné ezt az
állatbarátságot, természetvédelmet átadni, vagy ezeket az értékeket. Nekem viszont az nem fér bele. Tehát azt gondolom, hogy akkor végül csak házi állatkedvelő az én gyerekem, vagy az én barátom, de nem az állatokat szereti, mert aki azért fizet, az a házi állatkedvelő, de nem állatszerető. És ez az, ami azt gondolom, hogy végül is egy darásfészek bennem van minden egyes étkezésnél, minden pillanatban. Hát igen, ez már egyébként pokoli felelősség, de most ezt komolyan mondom, tehát hogy gondolom a kutyád egyébként nem vegán, tehát hogy... Rovarfehérjét eszik, tehát hogy nem... Na, akkor az oké. Okay, de arról beszélünk, ami a fő problémád volt, hogy mit szabad apának és mit nem. Igen. Vajon azzal adsz át-e valamit, hogy az ő akarata, mármint a baba akarata nem létezvén még már valamilyen irányt ráteszel, szabad-e rátenni egy irányra a gyerekedet, vagy az-e a helyesebb, hogy majd, amikor már ő választani tud, akkor mi vajon itt az apa feladata? Igen, és ezért gondolom, hogy igen, darásfészek, de valójában minden ezt csináljuk. Tehát, hogyha én visszagondolok a szüleimre, hogy hogyan neveltek, hogy azért azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog lesz, amiben nekem igenis hát persze, hogy döntő szerepet kell játszanom, de talán el kell érnem a célomat, mert arra gondolok, hogy például Bogi szülei is sportolók, és végülis arra gondolok, Bogi sem ehetett mindent gyerekkorában. Tehát amikor mindig a vegánságra fogjuk azt, hogy jó, hát majd egyszer eldönti, meg egyszer eldönti, hogy valójában nem vesszük észre, hogy mennyi dolog volt az életünkben, amit eldönthettem volna, de mégsem én döntöttem el, hanem a szüleim döntötték el, hogy szeretnék-e sportoló lenni, szeretnék-e művészettel foglalkozni, én valójában abba az iskolába szeretnék-e menni, szeretnék-e elköltözni egy másik lakásba, és szerintem egy csomó dolog van, amit most rávetítünk egy vegánságra, ami egy nagyon felkapott, vagy még mindig szélsőséges téma, de közben nem veszük észre azokat, hogy mennyi olyan dolog van az életünkben, ami ugyanez. És lehet, hogy amikor mi gyerekek voltunk, ugyanilyen téma volt, de mégis eldöntötték, és mégis eldöntötték helyettünk, és lett bajunk az életben. Valójában lettek gond, vannak gondok, vannak, amik rossz döntések lettek, de lettek olyanok, amik meg egyszerűen velünk jöttek, velünk nőttek fel, és aztán igaza lett apának, hogy ezt mégis meghozta. Beszélgettünk arról, hogy meddig ér az apa a barba papa, hogy meddig van kiterjedése a barba papának, és hát olyan nagyon konkrét kiterjedést nem találtunk, de azért mitől jó egy apa akkor, Peti? Egyébként tényleg azt mondom, hogy ez tök jó, hogy beszélgettünk, mert valójában úgy még több kérdésem lett, mint amivel idejöttem, de hogyha visszagondolok, hogy miről beszéltem nektek ma, beszéltem arról, hogy a színházban, hogy az mennyire traumatizált, hogy a poligámia, hogy mennyire nem tartom megoldásnak a poligámiát, hogy nem tudom, miket hoztam még fel, hogy igenis, hogy mennyire nem beszélünk arról, hogy a kispapáknak is nehéz, és hogy végül is arra jöttem rá, hogy igen, hogy nem kell úgy tökéletesnek lenni, de irányokat végül is, amiket én azt mondom, hogy el szeretnék kerülni, akkor ki kell jelölnöm magamnak irányokat, és aztán nem kell félni attól, hogy abban sibázni fogok, hogy lesznek problémák, lesznek hibák, lesznek konfliktusok, de az irányokat valahogy meg kell tartanom benne, hogy én azt szeretném, hogy ez a gyerek egy egész családban nőjön fel, hogy a feleségem boldog legyen, hogy ne teherként élje meg a gyereket, hogy a terhességet biztonságban érezze magát, és azt észre kell vennem, hogy nem lehet mindent egyszerre csinálni. Tehát nem lehetek rockstar, műsorvezető, nagyon nagy színész, megdugni mindenkit, és még hogy jó apa is vagyok, és ott lenni a gyerekkel. Hát egy még lehet, hogy belefér ezek közül, nem? Hogyha nagyon igyekszel. Akkor valami még összejött ezek közül, de hogy valójában, amit a világ sugall nekünk mindenhonnan, hogy mindent csináljál, és mindent egyszerre,
azt már nem lehet megcsinálni, azt már el kell felejtenem, ezzel meg kell barátkoznom, és észre kell vennem, hogy akkor ezek közül melyik a fontos, és hát természetesen, hogy megdugni mindenkit. Ha egy választ mondtatok, akkor most végig gondoltam. Nem, hát hogy egyszerűen az, hogy akkor végül is el kell engednem, és el kell fogadnom, hogy nem, a világ nem így működik, hogy mindent tudok egyszerre. Ha még egy picit visszamegyünk, miből lesz ez az apa? Hogy lesz a srácból ez a bármilyen apa is? Szerinted erre dolgozunk, rákészülünk, vagy ezt közben egyszer csak észrevesszük, vagy nem számít, csak annyira kell szeretni a másikat, hogy a többi majd jön, mert ez is nagyon érdekes. Te hogy csináltad? Hogy csináltam? Azt hiszem türelemmel. Tehát hogy én mindig szerettem volna egyébként nagyon apa lenni, de azt gondoltam, hogy azért meg kell éreznem a pillanatot, amikor én felelős apa tudok lenni, amikor készen állok arra, hogy nem minden lesz laza, könnyű, egyszerű, hanem lesznek nehéz pillanatok, és érzem azt, hogy a másikkal is ezt meg tudjuk oldani, és nem mérgezzük egymást, hanem érzem azt, hogy ez a gyerek egy olyan helyre fog születni, ahol nem fél évig fog tartani a közös családi kép, hanem ki tudunk tartani évtizedeken keresztül. Nekem ez volt egyébként egy ilyen éveken, talán évtizedeken át kép a szemem előtt, hogy igenis ki kell várnom azt a pillanatot, türelmesnek kell lennem, amikor azt érzem, hogy igen, hogy nem kell majd egy gyerek fölött sírnom. És bízom, benne nem is így lesz, tehát hogy nyilván nem tudhatom, mit hoz a jövő, de ezt de érzem, hogy ez volt a felkészülésem. Még egy megoldás érdekel engem. Nem tudhatom, hogy neked milyen volt a viszonyod apáddal. Anyuddal láttam, azt tudom, hogy nagyon jó. De akármilyen jó is az embernek a szüleivel a viszonya, biztos van olyan, ami ezt majd máshogy csinálom. Ezt mondtad is itt ma este, valamit említettél, igen, hogy akarsz már. És ez talán a nem apa szerepre készülőket is érdekli, hogy hogyan kell azt csinálni, hogy máshogy csinálom, mint ahogy a szüleim csinálták velem. És amikor apa vagy, ennek igenis tétje van. Te még ebben a kis 3 hónapos szakaszban találkoztál már azzal, hogy na, ezt azért máshogy akarom, nem sikerült. Végül is, amit előbb is említettem, és amiről talán beszéltem is, vagy nem, arról nem beszéltem, de hogy például apukámnak van egy harmadik gyermeke, az Ancsi, aki a féltestvérem, és őt azt hiszem 22-23 éves volt, amikor az Ancsi megszületett, és rá 2 évre elhagyta a családot, és végül is lett a mi családunk belőle. Ezt látom rajta, hogy azóta egy fájdalma egyébként, ez egy olyan trauma, amit végül is egész életében hordoz, és nem is nagyon tudja feldolgozni. A másik pedig az, amikor a színházból büszkeség miatt egy rossz döntés miatt lement vidékre, ahol nagyon szeretett és nagyon szép sikereket ért el, de az a 20 év, az tudja, hogy már nem jön vissza, ami kimaradt a gyereknevelésből, hogy végül is az öcsém majdnem úgy nőtt fel, hogy az apukánk az hétvégi apuka volt, és nem azért, mert elvált, hanem azért, mert el kellett mennie. És nekem végül is ez, amit már a munkát említettem, meg azt, hogy szerettem volna biztos lenni abban, és akár kivárni azt, hogy mikor jön ez a pillanat. Ez a kettő, hogy látom rajta, hogy azért ez, hogy nagyon boldog, hogy nagyon elégedett az életével, és nagyon jó flowban vannak most anyukámmal, és főleg, hogy megszületett az unoka, de hogy azért ez most már ott marad az egész életében. És valójában mindannyiunknak vannak ilyen dolgai, amiket azt gondolom, hogy fiatalon elkövettünk, amiket végülis mindig fogunk hordozni már az életünkben, de nekem így apuka képből ez maradt meg, hogy ezt a kettőt nem szeretném. És ezt el is határoztad előtte is már, hogy ezt máshogy fogod csinálni? Vagy közben esett le? Én azt hiszem, igen. Tehát például most volt egy ilyen döntésem, ami pont emiatt volt, hogy felkértek a Lego Masters műsorra, ami végülis meg is valósult, de volt egy pillanat, amikor hát azért az egy nagy dolog volt, de jó, vezetetek az RTL-en egy új műsort, ráadásul új formátumot, ahol én vagyok ráadásul a főműsorvezető, ez az én műsorom lesz, és aztán mondták a dátumot, és az sajnos az volt, hogy a születés, amikor ki van írva, ahhoz képest egy-másfél hétre van. És valójában ezt én nagyon vártam, egy ilyen lehetőséget, hogy de jó, egy formátum, ami hozzám fog kötődni. És akkor felhívtam a Pierre-t, aki ezzel felhívott, és mondtam neki, hogy figyelj, ne haragudj, én ezt szeretném visszaadni, mert nagyon jól esik, de én szeretnék a gyerekem mellett ott lenni. És valószínűleg ez azért is volt, mert eszembe jutott apukám, hogy munka miatt ő végül is aztán nem
pár hétre, hanem 20 évre végül is. Igen. Kihagyta a gyerek felnövését. Igen, azt hiszem, hogy erről beszélgettünk, amikor azt mondtuk, hogy felelősségvállalás, meg hogy ott hogy az, hogy egyszerűen az volt, hogy erről nagyon álmodoztam, és aztán emiatt viszont nagyon hálás vagyok, hogy egyébként ezt megértették, és arrébb tették egyének a műsornak a forgatását. És végül is úgy mehettem, hogy az első 2-3 hetet, azt végig a családdal lehettem, és maguk a forgatási napok is úgy lettek beosztva, hogy én 3 napot dolgozom, 2-t otthon tudok lenni. De tudod, miért tették arrébb? Hát az előbb felhívták a Márkót, csak ő sem ért rá. Persze, nem ért rá. Aztán hívtak engem, akkor én mondtam, hogy nem foglalkozom. Bármilyen műsort adjatok, csak ne kelljen otthon lennem a gyerekkel. Nagyon szépen köszönjük, Peti, hogy itt voltál. És ne felejtjétek, értékes nyereményekkel lehetek gazdagabbak, hogy nem, tényleg nagyon köszönjük, és én kívánom neked, hogy minél több saját felismerésed legyen itt az apaság. Köszönöm szépen. Én meg nem csak neked, leginkább a gyereketeknek kívánom, hogy jó apa legyél, de azért neked is. Köszönöm Ti pedig szépen. A teljes adást a Podpedden tudjátok meghallgatni, ahol benne lesz az a dal is, amit mi a Petivel közösen csinálunk, és ott egy héttel előrébb járunk, ne felejtjétek, ahogy az sem, hogy szerdánként jönnek most az adások, amit az András nem ért, hogy miért mondom el, de majd hidd el, hogy ez jó lesz. A YouTube-on meg tudjátok nézni majd pár nappal később a videóklipet is, ott itt is meghallgathatjátok a dalt, és a Spotify-on pedig kövessetek bennünket, és értékeljétek az adást. Egy kicsi teasing jelleggel, nem az lesz, amire gondol a Peti most, de hogy elmondom, hogy milyen szavak fognak szerepelni a dalban. 3 legfontosabb szereplő, mindenki második anyósa, családon belüli gyereklopás, Anibébe vált át, Johnny mentem hozzá, és terhesség alatti apahízás. Hát majd nézzétek meg a dalt. Köszi szépen, Peti, hogy jöttél. Köszönöm szépen. Ha kíváncsi vagy a közös dalunkra, amit ennek a beszélgetésnek a szavaiból írtunk és élőben adunk elő, akkor kattints át a podpet.hu-ra, ahol akár most is meghallgathatod ingyen. Itt a YouTube-on pedig iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a következő epizódról, vagy az ehhez a dalhoz készült, később megjelenő videóklipről.